2013-ban 13 térfigyelőkamerát telepítettünk a Városmajor felújításakor. Ezek egyébként éjjel-nappal látó intelligens kamerák, ezekből van dómkamera, ami ugye mozog a burokban, lehet zoomolni, lehet mozgatni ezeket a kamerákat, meg vannak természetesen fix kamerák is ebben a rendszerben. Aztán 2014-ben újabb 10 kamera pozícióval bővült a rendszer. Csaba utcán keresztül, Németföldi úton, Böszörményi úton keresztül egészen a kamerarendszer már leért a MOM kulturális központig, illetve a MOM sportközpontig. Egy kamerákkal felszerelt rendészeti autó is járja a Hegyvidék utcáit. A mobil kamera képei azok ugyanúgy a Kis János Altábornagy utcai rendészeti központba érkeznek. A képviselőtestület döntés értelmében 24 kamera pozícióval tudjuk bővíteni a rendszerünket. Ebből 10-12-t ki fogunk építeni mindenképpen. Erre fedezetet nyújt az önkormányzat 2015-ös költségvetés, amiben 50 millió forintot különítettünk el erre a célra. Ha és amennyiben pályázati úton tudunk még további forrásokat szerezni, akkor kiépítjük a maradék 10-12 pozíciót, amire a testület felhatalmazást adott. Ha nem tudunk pályázati lehetőségeknek a forráshoz jutni, akkor pedig 2016-ban önerőből fogjuk bővíteni tovább a kamerarendszerünket. Ebben az évben a Virányos környékére fogunk kamerákat rakni. Szavros Gábor térre, Zugligeti útra, Árnyas útra. Még egy olyan terület van, amit szeretnénk bekamerázni, ez a Kisvábhegynek a területe, Rágy György utca és környéke. A rendszer beváltotta hozzá fizetett reményeket, működik, sok hasznát tudják venni a rendészek és a rendőrök egyaránt, és éveken keresztül szeretnénk ezt építeni, és egyre komplettebb, egyre teljesebbé tenni itt a kerületben.